Sziasztok, én Laci vagyok, és mindenkinek szeretnék boldog új évet kívánni, így utólag, és a mai nap egy OMSI 2-vel jövök, méghozzá egy Volvo 7700 AS busszal, ami azért szerintem egy nagyon klassz kis busz. Igaz, én suliban minden nap ezzel utazok, csak nem volánbuszos festéssel. Kezdjünk is a menetrendhez, ugyanis a mai nap egy 76-os grundorszvonalat fogok teljesíteni nektek. És hát ugye, kezdjünk is neki. Itt vagyunk a fülkében. Ezzel tudom így ezt állítani. Szerintem így ez jó. És hát ugye, E betűvel beindítjuk a buszt. És egy újítást adtunk. A beindítása kicsikét viccesen hangzik, mert igazából, hogyha beindítod a E betűvel, akkor előződik egy ilyen hang. Ha beindítod E betűvel, és ráadsz egy gáz, akkor már más a helyzet. Jelentkezzünk be. Fingom nincs, hogy mi a kód. De hülye nem. Olyan mi a izé? Valahol lesz, nem érje, hogy mi a izé. Videót egyszer lestem erről. Mi? Akkor hanyagoljuk. Akkor a hülye módosra jelentkezünk be. De most izé Krankenhausnál kellene kezdeni. Mindegy, akkor izé. Bowenhof bel, csak a 30-et ráadásul még beállítunk. Így se lesz el jobb? Hát nem. Hát akkor hülye módszer. Viszont én bejön azt csak simán Krankenhaus, mert valójában kijelzik, amúgy van, hogy ő valahogy hát is kiírja, de így volt én jobban szeretek már, hogy kiírja. Nézzünk körül a buszba. Mi látható a buszba? Aki szinte izé Volvo-ba autózik, nem kell bemutatni, hogy mi látható a buszba. Leszállás jövőnk jön az. Majd a kinyitása is ugyanaz. Hát. Hármint ajtó. Hát akkor. Nem is szabadultam tovább a forgatás kamerállásba írni. És akkor szerintem elindítjuk a kutunkat. Kézifék. Fék. Betesszük B-be. És akkor szerintem indulunk is neki. Megint még egy kicsi. Még egy lámpa is. Nem látszódik, de most már látszódik. Na, indulj. Igaz, még a megállóban nincsenek utasok, addig le is állítom a buszt. Addig beszélek egy kicsit a buszról. A busz az egy, hát nem is olyan régen készült, ilyen, ha jól tudom, 5-10 éve készült, és hát nem 5-10 éve, mert izé. Mondjuk úgy az, hogy 10 éve készült a Volvo. Rendszerint, aki ismeri a Volvo-t, az tudja, hogy az a Volvo ez Svédországba készült. Ami
alakít a svédek számára, de én most itt azért csinálok egy jó kis bökkenőt, azt lezárom az első ajtót. Így, mint a rendes volvoknál, így szinte reggel. Na, hát srácra nem tudom, hogy Magyarországon mikor került át ez a busz, de azt mondom, hogy mindenféle, és hát minden cégnél van ez itt Magyarországon. Ha nem jól tudom, akkor kommentbe írjátok meg, hogy még hol nincsen ilyen Volvo. Meg hogyha van is Volvo, akkor milyen Volvo. Igazából még az időt is kéne. Időt is kéne nézni. Csak a 33 van. Utas az meg Noku, ami vicces. Na, utasnak azért kéne lennie. Speciál. Jó, speciál. Azért mondom ezt, mert igazából ilyenkor szoktak utasok lenni. Elnézést. Igaz, speciál nem új év után vagyunk, hanem ilyen nyár tájékán. De ez játék, nem a valóság. Úgyhogy, de ez nagyon tetszik, ez a volánbuszos festés, esküszöm. Eddig még ajtót is becsukom, basszus, ne szellőzzön annyit. Most van még csak, ja, satsza izé 34. És nekünk az indulásunk az, itt kéne lenni a mellettem. Az a jó kérdés, hogy hol a menetrend. Ez mi a tónusom? Ija, hogy ezt hátsó nyitott. Aha. Afkos. Előre tudod. Akkor szerintem indítjuk is a motot. Igen, így szokták kapcsolni. Csináljad már vissza! Ó, de van. Ennyi van. Azt egy fél percről indulhatunk. Köszönöm, hogy fogok a maximum egy utas. Semmi nincsen beüzemelve. Ilyen napsütés.
fogjátok. Csak egy baj, nincsen benne csengő, ami nagyon-nagyon jó. Valójában izé Einstein volt az valami Einstein volt kórház, jelen Einstein volt szerintem és beindítani, hogy mi.
szállom, azok be lehet így zíteni a... A kis nőket. Mi hülye így lehet. Képet teszed. Azt nem is előre a torfogos. Ennyi a becsukás gátlókat. Több gombban nem szintén szóval így itt a világítás. Mindent elszívt a... Nem tudom. Ez igazából csengő akar lenni, de nem így. Mondom, lezársz egy ajtót. Még ez nem egy ajtó. Nagyon szomorú. Beszél itt az ajtó. Mi is van itt már. Becsukom. Első szituációban mind a kettő kinyílik. Másik szituáció. Csak a balszány nyílik ki. Kövi szituáció. Ami nagyon ritka eset. Az a ajtóasszány nyílik. Ajtószárnya, és hát a borbónak a ajtószárnya második oldalon kinyílik ki. De viszont a valóságban úgy van, hogy az az ajtó nyílik ki. Ezt a véletlen portál nyílottam. Amúgy meg őszinte leszek, én már látom, hogy ez a busz kijöjjön. Komolyan mondom. Most szerintem a nagyon jó. Jó, valóságban nem lehet a gondolkodáló, az állatok, vagy pedig valami. De hát ez van. Ja, ilyenkor már most kéne indulnom, aha. Igazából ez a duda. Nem lehet így lenni. Na, de hogy is nő. Tempómat. Csak ebben esetben nem működik. Nevelheted lámpa. És itt tudod emelni a oemányt, vagy a izét. Hát valóságban úgy van, hogy izét benyomod a lámpát. Szóval tudod csinálni, hogy a kormányt fel, műszer felett magad felé tudod húzni. Nagyon szemény. Milyen pozícióban nem látom a jobb tükröt. Vagy alig, hogy alig, hogy látom. Valóságban, hol már testi is.
azért álljál, csak ebben elsőbséget basszus. Most jeleztek itt az jel. Jó menetrendet mentem. Na, még egy dolgot elkezdődik. Ezt kikapcsolom. Betörő fát. Betörő fát az a... Igazából garázs menet. Bitte abfahren. Kapcsolódjál már ki. Mindegy. Nem fontos. Na. Én viszont köszönöm szépen, megnéztétek ezt a videót. Tetszett, dobjatok fel egy like-ot. Ez hiányzik. De ha tényleg tetszett, akkor dobjatok fel egy like-ot. És írjatok meg kommentben, szeretnétek-e még komsi 2-es videót. Én Laci voltam, sziasztok, és minden jót kívánok!